A borrendek tagjai vonulnak be a bazilikába december 27-én Szent János napján, hiszen hagyományosan az Egri Főegyházmegye védőszentjének napján szentelik meg az új borokat. A Szent Misén a karácsonykor bekövetkező hétköznapi csodákról és az átalakulásokról beszéltek az Egri Káptalan tagjai. Elhangzott, ilyen átalakuláson megy keresztül a csokoládé, melyből szaloncukor készül. Az igazi változás azonban az emberekben történik. A gondterhelt feladatokkal küszködő emberből örülni tudó és mosolygó emberekké válunk karácsony ünnepén. Hozzátette, a napfény, a tápanyag, valamint az emberi szakértelem együttes erejéből lesz a szőlő, mely később borrá alakul és az oltár asztalára is kerül. A bor tovább alakul, Krisztus vérévé lesz, hogy tápláljon bennünket, és Jézus Krisztus kegyelmi garanciájával biztosítsa számunkra, hogy Krisztus szeretete emberi létezésünknek egybehangzó és attól el nem választható boldogságát jelenti. Az imádságok után megáldották az új borokat. A borünnep az érseki palota udvarán folytatódott, ahol Lamport József elmondta, a borminősítők idén minden eddiginél szigorúban vizsgálták a borokat. Javító szándékot tettem, ami egy szigorítás irányában mozdult el, és végül is az igazgató választmány ezt elfogadta. Most a egyeztetéseket követően, és azáltal, hogy emeltük a bírálóbizottság létszámát, csak minimum 60%-ot kell egy bornak elérnie ahhoz, hogy a megfelelt kategóriát megkapja, és azt gondolom, hogy 60%-os többséget pedig el kell fogadnunk, hogy ez a többség akarata. Az Egri Borvidék Hegyközség tanácsának elnöke beszédében hangsúlyozta, már a borászatokat is elérte a jövedelmezőség hiánya. Hozzátette, az idei év is kihívásokkal teli volt a szakemberek számára. A szélsőséges időjárás mellett a szőlőbetegségek is veszteséget okoztak. Korai fajták, a vízhiány meg a magas hőség miatt tulajdonképpen nehezen értek, nem mutattak szép születelési jegyeket, így az ebből készült bor is komoly kihívás elé állította a borászatainkat. De összességében az évjárat mégis úgy alakult, hogy a késői érésű fajták a 21-es évjárathoz hasonlóan egy remek minőséget produkáltak, igaz, hogy termés mennyiségben ez megmutatkozott. Az ünnepségen Farkas László kihirdette az idei termés mennyiségét. A 4769 hektárnyi szüretelt területen több mint 242 000 mázsaszőlő termett.